Ebben a kísérletben Lenz törvényét fogjuk szemléltetni. Lenz törvénye kimondja, hogy az indukált áram mindig olyan irányú, hogy mágneses terével akadályozza az őt létrehozó hatást. A kísérlethez szükséges eszközeink egy U-alakú vasmag, egy hagyományos vasmag, egy 600 menetes tekercs, illetve a vezető szerepét betöltő alumíniumgyűrű, valamint vezetékek és hálózati áramforrás. Először is állítsuk össze a kísérlethez szükséges berendezésünket. A U-alakú vasmagra húzzuk rá a tekercset. Ezt követően a hagyományos vasmagot helyezzük a tekercsre. Végül pedig csatlakoztassuk a vezetékeket először a tekercshez, ezt követően pedig a hálózati áramforráshoz, de mielőtt ezt megtennénk, helyezzük majd rá a gyűrűt a vasmagra. A kísérletünk gyárilag készült berendezése is elkészíthető. Ennek az eszköznek, illetve amit az imént összeállítottunk, a neve Lenz, illetve Thomson Ányú. Jó, hát akkor most hagyjuk végre a kísérletünket, helyezzük az alumínium gyűrűt a vasmagra, ezt követően pedig kapcsoljuk hálózati áramforrásra a készülékünket. És nézzük meg majd, hogy mi fog történni. Tehát a kapcsoló segítségével feszültséget kapcsolunk az eszközre, és a gyűrű lerepült. A látottak alapján már érthetjük, hogy miért nevezik ezt az eszközt lencágyúnak. Ismételjük meg a kísérletet még egyszer. Tehát feszültség hatására a gyűrű lerepül. Tehát nézzük meg a jelenség fizikai magyarázatát. A változó feszültség hatására a tekercs körül és a vasmagban változó mágneses mező keletkezett. A mágneses mező maga körül elektromos teret hozott létre, az elektromos térbe helyezett alumínium gyűrűben, mint vezetőben pedig áram indult meg. Ez az indukált áram Lenz törvénye értelmében olyan mágneses teret hozott létre, amely taszító hatást fejt ki a tekercs mágneses terére. Ezáltal a gyűrű lerepült. Most végezzünk el egy kontrollkísérletet. Ebben az esetben nyitott alumínium gyűrűvel fogjuk elvégezni a kísérletünket. Tehát a gyűrű nem zárt, egy kis szakadással rendelkezik. A gyűrűt rájátszom a vasmagra, és feszültséget kapcsolunk a berendezésünkre. Azt tapasztaljuk, hogy a korábban látott jelenség az nem következik be, a gyűrű a helyben marad, nem röpül le a vasmagról. Ennek az oka a következő, mivel a gyűrű nyitott, ezért áram nem folyik benne, ha pedig nem indukálódik áram, akkor Lenz törvénye sem fejti ki hatását. Tehát a gyűrű nem képes lerepülni a vasmagról. A lencágyú alkalmas a Joule-hő kísérleti vizsgálatára is. Joule-hőnek nevezzük az elektromos vezetőben az áram hatására fejlődő hőt. A kísérlet a következő. A működő lencágyú esetén megpróbáljuk a gyűrűt helyben tartani, tehát megpróbáljuk megakadályozni, hogy lerepüljön. Tehát feszültséget kapcsolunk a lencágyúra, úgyhogy közben fogjuk a gyűrűt. Ekkor azt veszi észre a kísérleti személy, hogy ez csupán néhány másodpercig lehetséges, ugyanis a gyűrű hőmérséklete folyamatosan növekszik. A kísérletet nyitott gyűrűvel elvégezve azt fogjuk tapasztalni, hogy tetszeleges ideig helyben tudjuk tartani a gyűrűnket, hiszen, mint az imént megbeszéltük, a gyűrűben nem folyik áram, így Joule-hő sem fejlődik, tehát a hőmérséklete sem fog növekedni.